gondolom, hogy túl az együttlét önfelett örömén leginkább azért vagyunk most itt, hogy felmutassunk magunkat a magasba. Hogy bemutatkozzunk, nézzétek, ilyenek vagyunk. Emberarcú lények, szépek. Kultúránkban színesek, gazdagok, megkeserítettek, megbántottak, mégis tehetségesek a boldogságra, örömre születettek. Lehet, hogy földre tepertek, de még képesek a felegyenesedésre, és nem végképp elveszettek, akik már nem tudnának, vagy nem akarnának mozdulni a jobb sorsunkért. Magukért kiállunk, a fegyvertelenül is. Békére, szeretetre, építésre képes nép, ereje és öntudatára ébredő, erejére és öntudatára ébredő, jövőt váró sereg, ez vagyunk. Az összejeletelek együttlétet fejeznek ki. Béke időben vígságot, békétlen időkben demonstrációt. Demonstrációt kell hát a nehezen viseljük a társadalmi között. Demonstrálni kell, ha türelmetlennek érezzük az állami, ha tűrhetetlennek érezzük az állami érzéketlenséget, ha felzaklatnak minket a leghalványabb jeleit is megmutató fajgyűlöletek, a másság elutasítása. Demonstrálni kell, ha nyomorba, békétlenségben taszít valamennyi önket a kirekesztő kormányzati gőg, és demonstrálni kell akkor is, ha már a segélykiáltásokat sehol sem hallják. Cigánynak lenni ma Magyarországon kétszeresen nehéz. Nehéz azért, mert a cigányság nagyobb része szegény, és amúgy is sújtaná sokféle gond, szociális gond és nyomorúság, és nehéz azért, mert külön sújtják ezt a kisebbséget, ezt a jelentős, legnagyobb magyar kisebbséget a negatív diszkrimináció átkai. Nagyon hosszú időn keresztül a magyar társadalom tudósok a cigányság problémáit csak is, mint szegény problémákat írták le. Tehát azt mondták, hogy a cigányok a magyar társadalom legelesettebbjei, ugyanúgy élnek, ugyanúgy gondolkodnak, ugyanazok a dolgok jellemzők rájuk, mint a legszegényebb magyarokra. Most én azt hiszem, hogy ez csak részben igaz. Van egy plusz hátrány is, és ezt a hátrányt előnnyé kellene tenni. Előnnyé pedig akkor tehetjük, hogy a cigányságnak megvan a nemzeti öntudata, kulturális identitása, ha az emberek büszkék lehetnek arra itt, ma Magyarországon, hogy cigánynak születtek. Én ezt kívánom maguknak és magunknak, ennek az egész magyar társadalomnak, hogy elérjünk oda, még a mi életünkben, hogy nyugodtan, büszkén jelenthessék ki önök, igen, én cigánynak születtem, és erre büszke vagyok, a cigány lét az értékeket jelent, ez a kultúra, ez az én kultúrám, és ez a mai rendezvény azért tetszik nekem nagyon, mert nem csak politikusok beszélnek, hanem önök zenélni, táncolni fognak, kifejezik magukat. Kívánok, hogy érezzék jól magukat. És érthető szimbolikus rendszerrel dolgozunk.
annyit romlottak az össztársadalmi körülmények, hogy őrület. Nem lehet róla eleget beszélni, ugyanis eljutottunk oda, hogy totálisan munkanélküliség. A munkaközvetítőkbe lemerik adni, hogy nem veszünk fel cigányt, nem veszünk fel állami gondozottat, mozgássérülteket, tehát az úgynevezett deprivált emberek semmi lehetőségük nincs arra, hogy labdával ugyanak. Ezen kívül olyan iszonyatos módon engedték el a fertőt a kerületbe, prostitúcióra gondolok, hogy most már csak nagyon durva eszközökkel tudják kezelni, erre is játszottak. Annyira megnőtt a hatóságnak, a rendőrségre gondolok, az agresszivitása, a fellépésének a... Hogy mondjam? Tehát olyan durván lépnek fel az emberekkel, hogy őrület. Azt, hogy ez a helyzet bekövetkezett az egész országban, tudatosan felszították az előítéleteket, ezt mi tudtuk, ezt vártuk, már 2 évvel ezelőtt sejthető volt, hogy mi fog következni, ugyanis kell egy bűnbak, ezt már társadalmi rendszerben használták. Erre Magyarországon egyelőre a cigányság, ami alkalmas. Azt nem mérlegelik az emberek, hogy sajnos ez nem állna meg a cigányságnál, hanem tovább menne esetleg a zsidók felé, utána az öregek felé, tehát akármi is történhetne belőle. Hogy mit sikerült elérni, hogyha erre vagy kíváncsi, akkor azt kell, hogy mondjam, sajnos, akár minden önkormányzatban, de minden olyan államigazgatási apparátusban kellenének olyan emberek, akik valamilyen formában kontrollálják az ott dolgozó kollégákat. Ezt nagyon jól használják Kanadában, hogy van egy kisebbségi ember, aki beszél a nyelvet, stb. De ott teljesen másról szól. Itt arról szól, hogy jobban megerősödött ez a paternalista, kegyúri, hozd meg és uralkodj elvek, talán mint az elmúlt rendszerben. És ilyenkor kell egy olyan emberke, akinek van hozzá esetleg érzéke, és rálátása, tehát van képzettség a dologhoz, tudja, hogy miről szól, és azt mondja, hogy itt elég. Ne lehessen minősíteni egy embert azért, mert 3 gyereket szült a világra. Ne lehessen megkérdezni egy mozgássérült asszonytól, hogy ki, minek szült ő gyereke. Ez a kisebbségi biztosi hivatal vagy intézmény az országban még mindig csak a 8. kerületben van? Sajnos igen. Nagyon sok település, vidéki és fővárosi kerületek elkérték már az anyagot. Tehát ki van dolgozva, abszolút, csak másolni kéne, sajnos nem élnek vele. Miért? Mit gondolsz? Te mint egyetlen ilyen képviselő az országban. Jó kérdés. Nem akarnak vele foglalkozni. Nem érzik annak a súlyát, hogy ez a dolog miről szól, a veszélyét se. Sőt, van, ahogy direkt ezt manipulálják, ezeket a problémákat. Nekünk szerencsénk volt a Józsefvárosban, hogy a képviselőtestület erre ráérzett. Eseményeit elemezve nincs más lehetőségünk, mint hogy tudomásul vegyük a kormány cigány ellenes magatartásmódját és gondolkodásmódját. Alá kell ezt támasztanom, ezt a kijelentést. Nincs ombudsman a parlamentben, kisebbségi jogokat védő ombudsman. A kormány ez alatt az eltelt idő alatt nem tett lépéseket arra, hogy az alkotmány szellemének és paragrafusainak megfelelően a kisebbségi parlamenti képviselői is részt vegyenek a parlament munkában. Tehát kisebbség képviselőket választanak a kisebbségért. Mindaz, ami a gazdasági életben történik, a piacgazdaságra való átállással és a munkanélküliség kialakulásával, ez 100%-osan érinti és sújtja a cigányságot. Ma a cigányságnak több mint fele munkanélküli Magyarországon. Szociális elnyomorodásból, a létbizonytalanságból eredően az elkövetkezendő években arra kell számítanunk, hogy a cigány fiatalok a következő nemzedékek determinált módon, törvényszerűen 80-90%-a marad funkcionális analfabéta, és fosztódik meg a legminimálisabb esélyének is attól, hogy
szakmához jusson, vagy valamilyen módon a társadalomban beilleszkedjen. Nagyon súlyos jelenségek szólnak még amellett, amit az előbb kijelentettem. Február 6-án a Magyar Köztársaság Demokratikus Kormánya egy olyan kisebbségi törvénytervezetet fogadott el, amely fasisztoid elemeket tartalmazott, mert a kisebbségeket két csoportba sorolta, nemzeti etnikai kisebbségek kategóriát állított fel, és etnikai kisebbség kategóriát, nemzeti kisebbségek közé sorolt 10 kisebbséget, etnikai kisebbség közé 3-at, a zsidó, az örmény és a cigány kisebbséget. A zsidó kisebbség akkor és ezután is kijelentette, hogy nem is kívánnak nemzetiségként szerepelni, tiltakoznak ezzel. Az örmény kisebbség pedig hát gyakorlatilag szervezetek szintjén nem létezik. Ez az intézkedés egyetlenként a legsúlyosabb helyzetben lévő, a legrászorulóbb, a kisebbségi jogvédelemre legjobban rászoruló kisebbség, a cigány kisebbség ellen irányul, gyakorlatilag kisebbségi törvény címén a Magyar Köztársaság kormánya a cigányság jogfosztásáról hozott volna törvény a február 6-án elfogadott kisebbségi törvénytervezetében. Kisebbségi törvénnyel kapcsolatban lenne, hogy ennyit harcolnak érte ezek a nagy politikai szervezetek, hogy érdemesen, nem csak leírott törvény lesz, tényleg lesz, aki ellenőrzi, hogy ezeket hagyják, hogy érvényesüljenek a cigány emberek ezekkel a törvényekkel. Én nagyon szükségesnek tartom a kisebbségi törvényt. Azért tartom nagyon-nagyon szükségesnek, hiszen a kulturális autonómiánkra hatalmas szükség van ahhoz, hogy túléljük ezt az időszakot, hogy a nyelvünket, kultúrájukat, hagyományunkat ne veszítsük el. De azért is szükségesnek tartom ezt a kisebbségi törvényt, hiszen nagyon jól tudjuk, és önök ki tudjátok leginkább, hogy a cigányok a helyi önkormányzatokban nem kerültek be. Bekerült egy szószólójuk, akit rendre le is szavaznak folyamatosan. Tehát nem tudunk érvényesülni a településeken, az érdekeinket nem tudjuk képviselni. Ti se tudjátok, hiába bent vagytok az önkormányzatban, hiszen egy szavazattal rendelkeztek, ha rendelkeztek. Az egyetemes emberi jogok léte vagy nem léte, az egy olyan kérdés, amely politikailag nem firtatható. Vagy létezik, vagy nem létezik. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon a cigányságnak az egyetemes emberi jogokból fakadó jogai nincsenek meg. Ha a kisebbségi jogot tekintjük a másik alapelvnek, amely hiteles politikai tevékenység mércéjével mérve megint csak nem méricskélhető, hogy egy pici már van, vagy ráérünk majd 10 év múlva többet követelni. Szóval ez az emberek életébe kerül drasztikusan. És ez megint nem olyan terület, amelyben bárki is, aki hiteles politikusnak tekinti magát, hogy úgy mondjam, kompromisszum készségéről tehetne tanúbizonyságot. Ezek azok a minimumok, amelyet alapvetően és a leghatározottabban követelni kell bármilyen társadalomban, bármely kormánytól. És folytathatnám a sort azzal, hogy a szociális jog léte vagy nem léte a következő ilyen kérdés. Ha az emberek mindennapi létfenntartása van veszélyeztetve, és javarészt az etnikai hovatartozása miatt van ez a lét veszélyeztetve, akkor a úgynevezett politikusoknak, hiteles politikusoknak megint csak nincs választási lehetősége. Nincs más lehetősége, mint a leghatározottabban követelni a szociális jogát a cigányságnak is. Tehát a mindennapi élethez, a túléléshez, sőt a tervezhető jövőhöz fűződő jogot. A parlamenti képviselőtől kezdve a Demszki úrig vagy bárki lépne annak érdekébe, hogy a cigányság valamilyen munkához, hogy a családjának tudna munkát, kenyeret adni. Ne kelljen neki betörni, ne kelljen neki ezt vagy azt csinálni. Ebbe kérnék segítséget, úgy a parlamenti képviselőktől, úgy bármelyik bizottságtól. Tehát ebben nem érünk el segítséget. Ígéret az borzalmas sok van. Képzeljék el, uraim, hogy annyi ígéretet kaptam már, hogy ha összeraknám az egészet, azt hiszem, hogy több brosúrát fejeznek ki, mint egy parlamenti előadásnak a témája. De csak ígéret.
Tehát a szavak elhangzanak itt, elhangzanak ott, elhangzanak bárhol, lépés sehol. Szeretném megkérdezni a képviselő asszonyt, hogy azokkal a cigányokkal mi lesz, akiknek lejár a munkanélküliük? Hova mennek? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez év áprilisában született meg egy törvény, ami arról gondoskodik, hogy a munkanélküli járadékból kikerülő munkanélküliekkel mi történjen. A törvény szerint fejenként 4000 forint munkanélküli segélyt kaphatnak, abban az esetben, hogyha az egy főre jutó kereset a 5600 forintot nem haladja meg a családban. Egyetlen egy hazai kisebbség nincs, még csak közel sem olyan szociális kulta és nyomorúságos helyzetben, mint a cigányság, és nincs olyan iszonyatos előítéletességgel körülvéve, mint a cigányság. Ha megnézzük a történelmet, most már is hallom, akkor 700 év óta, a Könyves Kálmántól kezdve, a Mária Teréziáig üldöztek bennünket. 700 éve. Talán változott a helyzetünk? Talán közelebb kerültünk egymáshoz? Talán pártol valaki bennünket? Humanitásra a cigányoknak ne beszéljenek. Az én apám meg az anyám, ha sose látta a cigány, de begyűjt hozzánk, ha másutt nem a sarokba kapott egy szalmát a feje alá. Nem kell nagyzolni, össze kell fognunk. Nincs, aki segítsen rajtunk, akik segítenének rajtunk, pénzé segítenének. Azért vezetők tisztelet a kivételnek. Vannak becsületes emberek. De tus régóta tudom, hogy mindenki csak a pénzért beszél. Ha a cigányság föl akar emelkedni, a saját erejből kell. Nekünk kell megtanulni egymás baját, egymás kárát, egymáson kell segítenünk, és nem számíthatunk senkire. Ha megnézzük a világba cigányságot, mindenütt van egy joga, de Magyarországon sose volt. És nem is lesz. Addig, amíg a cigányok széjjel húznak, addig, amíg a cigányok nem egy kalap alá tartoznak, és mindenki tudja mindenkinek a baját, és az irítség megszűnik, és az egyetértés mög lesz köztük, akkor tud majd magunkon, vagy tudunk magunkon segíteni. De addig még széthúzunk, és akarattal is széthúznak bennünket, mert minek ennyi szervezet? Egy kéne, egy fórummal, aki tényleg képvisel bennünket. A másságunkat 700 éve nem fogadták el, ne kívánják, és nem is lehet kívánni, hogy most elfogadják. A Roma Parlament, amelynek a Pralipe is egyik oszlopos tagja, ebben az évben újból útjára bocsájt egy petíciót, amelyet 50, illetve 100 ezer aláírás esetén a parlament elé fogunk terjeszteni. Ennek olyan alapvető, ebben olyan alapvető követeléseket fogalmazunk meg, mint hogy a magyarországi cigányság rehabilitációját el kell végezni, politikai, gazdasági, jogi rehabilitációját, ennek az új társadalomnak el kell végeznie. Szembesülnie kell a magyar köztársaság társadalmának azzal a kisebbség ellenes magatartásmóddal, amivel nem kíván szembesülni, sem az átlag állampolgár, sem a hatalom. A